A közös járőrszolgálat példaértékű Magyarország és Szerbia állampolgárainak biztonságát szolgálja, nyilatkozta Pintér Sándor, magyar belügyminiszter, miután szerb kollégájával, Alexander Vulinnal találkozott röszkén. Összhang és egyetértés jellemezte a megbeszélést, a két belügyminiszter egyetértett a migrációs és pandémiás helyzet kezelési módjával. A két ország ezekben a kérdésekben egyformán gondolkozik, hasonló döntéseket hoz. A találkozón a legnagyobb legnagyobb hangsúlyt az illegális migráció visszaszorítása kapta, tette hozzá Pintér Sándor. Ennek megfelelően bővítettük azt a közös együttműködést, amely mind a magyar-szerb határ, mind pedig a szerb-macedón határon történő közös járőrözést jelenti. További célkitűzésünk az, hogy más Európai Uniós országok is részt vegyenek ezekbe az akciókba, ne csak kettő ország védje közösen a határait, hanem például Ausztria és Csehország is részt vegyen a későbbiekben egy ilyen jellegű együttműködésbe. Európai Unió Szárazföldi határa rendelkező országai felismerték azt, hogy Magyarország jó úton jár, Szerbia jó úton jár akkor, amikor a határait kerítéssel védi, és ezt a kerítést ma már építi Lengyelország, Litvánia, Észtország és többi Európai Uniós szárazföldi határa rendelkező ország. A két ország közötti kapcsolatok a lehető legmagasabb szinten vannak, ennek egyik bizonyítéka a közös járőrszolgálat, hangsúlyozta Alexander Vulin. A belügyminiszter úgy fogalmazott, Szerbiának nem érdeke az, hogy az illegális migránsok parkolóhelyévé váljon. A magyar határszakasz megerősítése Szerbia számára is fontos. Ez már a második alkalom, hogy vegyes járős szolgálatunk van. Örülök annak, hogy az emberek jól együttműködnek, ismerik a nyelvet. Ez nagyon hasznos mindenki számára, a mi országunk és Magyarország számára is. Ahány migráns nem jön Szerbiába, annyival kevesebb megy Budapestre vagy Bécsbe. Annyival kevesebb az a migráns, aki tudja, hogy nem maradhat illegálisan a mi rendszerünkön, intézményeinken kívül Szerbia területén. Ha a migránsok tudják, hogy megfelelően védett a határszakasz, nem indulnak arra, tette hozzá Alexander Vulin.